Sziasztok, köszöntelek benneteket! Most egy gyönyörű angol kertből jelentkezem. Hát aki követi az oldalunkat és a látogatható magánkertek oldalát, biztosan ismeri Rita kertjét. Úgyhogy egy pár éve, talán 3 éve, azt mondta Rita, hogy 3 éve voltam itt, és most végre megint el tudtam jönni. És hát óriási változás történt, új ágyások vannak, rengeteg új növény, úgyhogy most gondoltam, bemutatom nektek a kertet. És hát itt a tiltakozása ellenére őt is magam mellé csábítom, hogy gyere Rita egy kicsit, mert én levettem a mikrofon. Mert... Szóval Sopronban vagyunk, a virág... Virágvölgy. Virágvölgy, tehát ennél szebb nevet nem is lehet. Igen. Itt a nevek kertek, vele beárnyékolom a Nem baj, mert a nap a szemembe süt. Na, szóval, amit hogy 3 éve voltunk itt, vagy 2, vagy 3, már nem emlékszem Igen. pontosan, akkor is gyönyörű volt. De kicsit korábban voltunk, mert nem virágoztak még a hortenziák. Hát de most viszont tényleg csúcson a kert. És hát, ha ez, én remélem dicséretnek veszed, olyan, mintha nálam lennénk. Tényleg ugyanazok a növények, a verbének, echináciák, a cserjes hortenziák, kúpvirágok, ugyanúgy mulcsozva van minden, gyönyörű kis tekergő ágyások, tehát tényleg fantasztikus szép. És gondoltam, akkor menjünk rajta végig, és kicsit mutass be a kertet. Oké. Okay. Sőt, egy kicsit kezdjük onnan, hogy kezdted ezt, vagy úgy tudom, hogy te nem is kertész vagy. Nem, én nem vagyok kertész. 13 éve költöztünk ide, és szőlő volt itt régen. Uh-huh. Nagyon-nagyon rossz minőségű a talaj, szóval ez egy feltöltött rész. Itt homokbánya volt a környéken, és a legesleg rosszabb az egész talajba, hogy fekete fóliába volt a szőlő elültetve, szóval itt az egész talaj fekete teleműanyaggal, szóval az ilyen több évtizedeken keresztül a fekete fólia az benn volt a talajba, hát most is ott van, akárhányszor ások, még mindig szedem fel a fóliát, úgyhogy a gyökerek is azért, a fáknak a gyökerei is nehezebben találnak utat, úgyhogy ezért is volt kitől tanulni, ugye, a Mikitől, és ezért is mulcsozok. Körülbelül 4-5 éve bolondultam, szerintem ennyire meg, akkor kezdtem elmenni abba az irányba, hogy tényleg az ágyásokat kialakítottam, elkezdtem, ugye, én lépésről lépésre haladok, szóval egyedül csinálok mindent, a térkövet egyedül rakom le, vagy a szegélyeket egyedül rakom le mindent, igen. De itt is ugyan a gyönyörű térkő barabás. Van. Barabás téglából. Barabás, igen. És ugye mivel, hogy nem tanultam, nagyon sokat tanulok ugye a saját magam hibáiból is, és tapasztalom azt, hogy melyik növény az, amelyik tényleg itt megél, vagy nem él meg, de van olyan növény, ami például a mélybalzsam, ugye régen beszéltünk róla, hogy itt folyamatosan mindig lisztharmatos volt. És most már látom, hogy most már nálam is beállt, szóval, és gondolom, hogy ez a talajjavításnak köszönhető. Így van, jó talaj, igen, kevés igen, stresszeri, igen. Sokszor, ja, és kutyabarát is a kert. Igen, tehát van itt, kettő ugatos kutya. Sok gyakori kérdés, hogy hát kutya és kert lehet együtt. Lehet. Hát, bőven lehet. Lehet, igen, hát foglalkozni kell a kutyákkal. Igen. És akkor simán lehet. Úgy itt a kertet sem lehet azért úgy, hogy igen. Na, majd magától szép lesz, azért kell irányítgatni, kutyusokat is. És hát amit látok, tényleg itt nálad is gyönyörű, mert megvannak ezek az íves vonalvezetések, a térnevelő hatások, a fák, ez a konkáv ültetés, hogy elől a kisebbek, hátrafelé haladunk, tehát tökéletes, mint hogyha egy, hát nem is azt mondom, hogy végzett kert tervező, mert hát nem fejezem be, annál sokkal jobb, hiszen ahogy említetted a saját tapasztalat alapján. Igen, rengeteg hiba volt. Igen, de szóval, ez a legjobb. Szóval rengeteg hibát követtem, itt például tujasor volt, amit ugye amikor itt voltál, még meg is említetted, hogy a tuja az menje, de az abban, hogy nem csak itt, hanem körbe mindenhol tuja, akkor a buxusoktól elkezdve a császárfa itt minden volt. És hát most látni is, hogy most a tuják helyett ugye azért már bokrokat ültetek, meg örökzöldeket ültetek, úgyhogy azért próbálom belopni most már az ágyásokba a fákat, az örökzöldeket, mert abban az időben én ezeket nem ültettem el. Nekem csak az volt, hogy legyen szép virág, ültetek, de eszembe nem jutott az, hogy ide kellene örökzöld, meg hogy elmenjek a kertészetbe vásárolni. Nem én, innen kaptam, onnan kaptam, meg az mindig veszélyes, cserélgettem. Mert nem tudod, hogy mekkorára nőni, és én csak ültettem. Mm. És ez még egyébként a mai napig bennem van, hogy miért megint megvettem ezt a növényt, hova ültessek. És akkor nem tervezem meg, hanem szépen valóban berakom, és még mindig beleesek ebbe a hibába, viszont már tudom, hogy mik a hibák, és miken kell javítani. De én mondtam, hogy elmegyek, nem engedtél. Ne, neked nem kell, hát te már ott csak unatkozz már. Nem engedtél. Igen, tényleg el kell mennem. Úgyhogy nagyon sok hibát követtem el. De egyébként meg tök jó, én azt mondom, mert tényleg ezekből tanultam a legtöbbet. És a kertészkedésben az, hogy mindig újra lehet kezdeni. Tehát igen, ez nem egy olyan, hogy elrontottunk egy gyereknevelés, vagy egy kutyus, igen, az nehéz visszahozni, de egy kertet mindig újra lehet kezdeni, igen, mindig új év kezdődik, új szezon, és akkor szép lesz a kert. De akkor menjünk is végig, okay, ne csak magunkat mutassuk, hanem tényleg fantasztikus a kertet. Hány négyzetméter? Hát amit eddig elkezdtem beültetni, az olyan 1800,
De van a hátsó rész, ott még tényleg még szinte semmi nincs, de most már hajlok a fele, hogyha kész leszek itt, hogy azért már ott is lesz valami. Hát úgy jársz, mint én, hogy Hát mindig kicsit igen, hozzá. egyetlen egy nagy gondom van, az ugye a csapadék, hogy hogy fogom öntözni ott, ha tényleg, hogyha oda hátra is elkezdek terjeszkedni, mert oké, hogy mulcsozok, de hogyha a telek is ennyire csapadék hiányosak, akkor viszont gondba leszek, úgyhogy majd ezt még azért eldöntöm. És prédi kertet meg hogy csinálni. öregszem. Dehogy öregszel. Gyuri bácsi 100 évig élt, akkor mi is? Minimum ez a cél. Minimum 95. Akkor jó, akkor megnyugodtam. Na, akkor menjünk egy kicsit bentebb, és akkor átbeszéljük, hogy mik is vannak itt. Oké. Okay. Nem jutottunk messzire, két Igen. lépést. De muszáj volt megállnom, hiszen itt tényleg olyan gyönyörűen összeültetted az évelőket. Hát most már nem beszélünk az Ernyős Verbénáról, mert 5 éve mondom mindig. De itt van egy Verbéna officinalis, ami nem tudom, közösséges verbéna, vagy nem tudom, milyen vagy magyarul. Valamilyen, állítólag ez is valami nagyon jó gyógynövény volt régen a nagymamáink idejébe. És úgy, ez a csoda benni ősévelő. Igen. És ahogy így előjön, látszik, hogy milyen hosszú virág szár, és ezen szépen nyílnak mindig ezek a kis apró lila virágokról, jobbról, balról, és ugye végig fut ezen a fürtön a virágzás, tehát nagyon-nagyon hosszan virágzik, nagyon jó szárazságtűrő, és magával ezzel a virág szárával is ilyen lazítja, mint egy fűszerű. Tehát a levél struktúra és ez a szár struktúra és egy nagyon jó ágyás növény, ezért álltam meg, hogy nem csak az Ernyős Verbéna, nem csak a Verbéna Hasztárta, hanem az a Verbéna Officinalis, kaptam egy pálinkát már. Most nézzétek el, szíves vendéglátás volt. Meg még a nap is süt. Még a nap is süt, úgyhogy ezért akadozik a nyelvem, de... Nem majd megszoktam. És most Zoli nincs itt. Nem baj, itt ő már kettőt kapott volna. Üdvözöljük a Deres kertet innen is. Hello, Zoli. Szóval itt a másik, a réti füzény. Jaj, de imádom, nagyon szeretem. És tudod, azért is jó, hát tudod, hát persze tudod, de lehet simán az ágyásba is tenni, lehet tóba is tenni, lehet a vízpart és vízpart imitátornak. Tehát egy nagyon tágtörésű növény, és ennek is hosszú virág fürtjei vannak, és míg virágzik, több hét eltelik, akár két hónapig is tarthat a virágzás. Egy nagyon légies, könnyed, rovarbarát, télálló, szuper, szuper növény. Sőt, én emlékszem, hogy neked volt itt alstroméliád, inkaliliumod. Van is, nem is egy, több is hátul is, meg itt is, mert most arra vannak, igen. Ugye én ezeket már szétültettem, mert annyira nagy tövek voltak, úgyhogy aztán 4 helyre került ez a fajta. Ugye ez inkább a virágboltból lehet ismerős, ezek nem teljesen télálló növények, de neked is itt a vastag mulcs alatt Igen. teljesen áttelel. Igen, évek óta most fölbátorodtam, és én is kiültettem a hatásodra, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Biztos áttelel. Remélem, de gyönyörű, szép. És ugye ezt úgy kell az elvirágzott szárat, ha megengeded, kihúzzuk. Igen. És nem vágni kell, hanem így húzni. És ez a kihúzás indukálja azt, hogy új hajtás nőjön, és újra virágozzon. Megnéztem el a bimbósat, húztam ki. Nem. És ez pedig ugye tökéletes komposzt és igen, húzás igen. alapanyag. Akkor menjünk tovább, vagy hát vissza, hiszen itt ugye Echinacea-ból vannak az alapfajok, de vannak nagyon szép fehérek is, mindkét oldalt, és így nagyon jól teljesít itt a kertben is, vagy teljesül az, hogy a színek ritmusosan ismétlődnek, akár a hortenzia fehérjei, akár az echinácák, tehát is fontos, nem kell minden négyzetcentiméteren új növényt ültetni, hanem egy-egy növény térjen vissza, ritmusosan a szín és a forma térjen vissza, és ettől lesz harmonikus. Igen. Igaz? Igen. Nagyon igazad van, Miki. Mindenben. Szuper. Akkor menjünk a kert hátsó részébe. Itt még nagyon sokat át lehetne beszélni, mert rengeteg szuper évelőd van, de van egy tavad is, egy gyönyörű levendulásod, úgyhogy még azt is megmutatjuk. És hát itt jöttünk, ez a hátsó kerted, tehát van egy nagy levendulás is, ugye a te kerted a levenduláról is híres. Igen. Ugye ezt most augusztusban már nem tudjuk megmutatni, jó, pont már van. Visszavágtad, de augusztusban lesz, mikor ezt fölteszem. Jó. Hiszen most júli vége van. Nem szóval most ezt nem tudom már megmutatni, hiszen már visszavágtad, de kaptam nagyon finom levendula zselét tőled, levendulás kuglófot, levendula szörpöt, mit még levendulás kalácsot. Hát nagyon sok ilyen Igen. felhasználásod is van levendulára, tehát Igen. nem csak szép, hanem hasznos is. Igen, nagyon, és nagyon finom ételek készülnek a levendulából, úgyhogy én azért is szeretem, meg a kertlátogatók is, amikor jönnek, akkor általában szoktam nekik levendulás dolgokat sütni, meg a levendulaszörpöt, meg nagyon sokszor próbálom azért a kertben lévő növényeimből főzni ugye a szörpöket, vagy pedig abból sütni valamit, úgyhogy a cukkini
ból, például cukkinis muffint, vagy cukkinis süteményt, Cukkinis csoki torta úgyhogy is, nem az finom. is nagyon jó dolgokat lehet csinálni, úgyhogy, és azt veszem észre, hogy minél többen szeretik, szóval tényleg Abszolút. nagyon ízlik nekik. Nagyon. Hát én is emlékszem, akkor is egy lakodalmat rendeztem, mikor jöttünk Zoliékkal, de most is. Most kicsit kisebb lett. Azért elég jó kis lakodalom. Na de még mindig az ételek előtt, itt például előttünk van a fizosztégia, a Egy füzérajak. kicsit Közelebbről itt van a füzérajak, hogy egyébként a név is nagyon illik hozzá, hiszen füzérbe hozza így a virága, itt van egy fővirágzása, de oldalhajtásokat is hoz, és ezekből is hosszú-hosszú hetekig virágzik, sőt, őt is lehet és érdemes tisztogatni elvirágzás után, és az is a tisztogatás egy új virágzást indukál. Majd teljesen télálló, szárazságtűrő, fehérbe is van, Igen. de talán ez a májvás, nagyon halvány rózsaszín a legszebb. Meg ez szaporodik a legjobban, én azt veszem észre, a fehér az annyira nem. Legalábbis nálam. Aha. Na, nálam azért az is. Nálad az is? Az is, Igen, az is jól nálam, nálam ez az, amelyik itt tényleg így jobban. Az is jól áll. Vannak egy nyáriaid is azért, itt fölbukkannak. Igen, egy-két zínia. Meg ugye majd a pillangó virágok is lesznek. Ez egy új szakasz egyébként, így eddig körülbelül addig volt az ágyás, ezt most tavasszal ültettem be. Aha. Hát ahhoz képest, hogy teljesen új. Fél éves, hát 4 hónapos, gyönyörűen beállt már. Igen. De itt is látom a vastag mulcsot, az összedarabolt nyesedékeket. Bocsánat, hogy ezt így fölveszem. De hogy ez a lényeg, hogy semmit nem szabad elvinni a kertből, ez mind érték, és ebből mind tápanyag lesz, most pedig addig mulcsként funkcionál. Egyébként most itt belenyúltam, és tök jó nedves itt alatta. A 2 millió eső segített. De ha még kevés eső is van, mégis Igen. milyen gyönyörű a Igen. kert. Tehát itt Igen. a bizonyíték, hogy működik ez a dolog. Na, menjünk még tovább. És hát akartam menned a hátsó részbe, van egy kis magasságyásod is, de hát nem bírtam ki, hogy ne jöjjünk ide az iringóhoz, és mondtad, hogy ez saját szaporítás már. Igen, én nagyon sok növényt általában az új ágyásokba úgy ültetek, hogy a saját kis palántáimat veszem ki, vagy pedig szétosztom a növényeket, igen, és a legújabb ágyásokba is, a legtöbb ágyásba ezek az évelők kerültek. Jó, persze azért rakok be egy kis bokrot is, veszek hozzá, vagy egy kis cserjét, hát meg egy kis örökzöldet, de én azért is ilyen lassan alakul nálam a kert, mert amit tudok, azt akkor inkább palántázom, vagy pedig szétosztom őket. Ez nagyon jó, akár ugye a zöldugványon is lehet, tőosztásról is lehet, magról is lehet, Igen. kicsit lassabb, de annál nagyobb öröm, mikor ilyen gyönyörűségek, saját szaporításból Igen, a és ez most jönnek. Tavasszal lett ide ültetve, szóval ez az egész ágyás most tavasszal lett kész. Úgyhogy, amit láttam, azt kiszedtem, raktam, szóval nem megterveztem, hanem ami van, abból gazdám. Megtervezted, csak mint én is, hogy a fejben. Én úgy tervezem, hogy megállok, és akkor így benézem őket. Kiszedem, hozom a talicskát, belepakolok mindent, és akkor na, akkor mit, hova, és akkor így szoktam. Szuper. És hát itt is megvalósul az, hogy már van, ami elnyílt, mondjuk a pensztemon elnyílt, Igen. de itt jön az aster, a csillagőszi rózsa. Igen. Tehát ez meg majd szépen, mire az iringó elnyílik, ő nyílik. Aztán van a kúpvirág, tehát itt szépen itt is váltják egymást a virágzók. És ez a legfontosabb, hogy ne az legyen, van egy csúcsa a kertnek, és akkor abban marad, hogy mindig legyen benne virágzó. Ehhez kell, persze kell egy kis tudás, egy kis jegyzetelés, de abszolút kivitelezhető. Igen. Na most már tényleg menjünk a hátsó részhez. Jó. Na, magas és hát eljutottunk ide a kert egyelőre végéhez, de Igen. ugye még arra folytatódik. Igen, hát arra már csak az üres rész van, ahol, Aha. amit még nem ültettem hát be. Na, hát, amit még nem ültettem, de pár gyümölcsfa van ott, meg még egy magas ágyás, úgyhogy... Na de itt van egy magas ágyás, és én is gyakran mondom, hogy egy kert ne legyen csak szép, hanem hasznos is. Tehát abszolút legyenek saját terményeink, gyönyörű paradicsomjaid vannak, sőt, hát azt a cukkini már Igen. szüretelhető is, tökéletes Igen. méretű, de hát itt tököket is látok. És itt mögötte segíts, hogy ez most miért néz így ki ez az ágyás. Ez azért néz így ki, mert ez az ásás nélküli ágyásom, uh-huh. amit összekezdtem el ugye, megvalósítani, és ide a leginkább bokrokat, fákat, cserjéket ültettem, uh-huh. örökzöldeket. Persze most már azért lopom bele a kis palántákat, szóval amit talán már fajulgat, igen. és hát egy elég nagy szakaszon alakítottam ezt ki. Nekem nagyon bejött, nagyon beállt, és annyi, hogy még a szulákot kell letérdesnem. Igen, a szuláka miatt azért hetente egyszer végig kell mennem az ágyáson, viszont tényleg, hogyha vastag takarást kap, akkor viszont nagyon be fog tudni. Be és ez úgy működött, ugye látom, hogy kartonpapír tettél, és vastag nyesedék, szalma, széna, igen, ág, de igen, minden rá. Igen, igen, és ugye én a tyúktrágya granulátumtól elkezdve uh-huh. a szarvasmaha granulátumig mindent, amikor eső volt, meg még pluszba ugye öntözöm a növények környékét. Ugye én nem hozhattam be a
lótrágyát például, mert ugye Nem is baj. kutyák vannak, és a kutyák azok azért, főleg a rezső az azért belefetrengene, de viszont nekem nagyon-nagyon jól beállt, főleg azért, mert ugye itt mindig szárazság van. És ezek a növények, ami már ugye itt volt, mert itt már azért volt pár növény, ezek a növények idén beindultak. Szóval mióta megkapták ezt a vastag takarást, azóta beindultak. Azóta látom, hogy életben vannak, meg látom, hogy hajtanak. Előtte csak vegetáltak, csak voltak ezek Mert a ugye nem tud növények. fölmelegedni a talaj, Igen. ugye abban 34-5-6-7 fokban fölmelegszik úgy a talaj, hogy átsül. Igen. Így azért hűvösben van, egy kis mesterséges légkondi van, a pálinka. Igen. Mesterséges légkondicionáló van, nem tud úgy kiszáradni, ebből tápanyag lesz, Igen. tehát ilyen Ja, és még win-win helyzet, nem lehet ellene felhozni semmit. ami még nagyon fontos, hogy egyszer öntöztem meg idén. Na. És itt most tényleg kevés eső volt megint, és egyetlen egyszer kellett idén megöntözlöm. Most a felét már be is múlcsoztam most Aha, a héten, ágydarálékkal. amely ágydarálékkal, Mindjárt igen. megnézzük közelebbről. Jó, és akkor így ezt a felét, ezt még ugye nem sikerült. Ugye látszik, ott most lerakadtunk mi is, vagy rakadtam le csepegtetőt, úgyhogy az itt még ezen a részen látszik is. Viszont erre is majd ugye múlcsozok, de mindent, amit hátul lenyírunk, fűnyesedéktől elkezdve, mindent pakolok ide be, akármit, babérmegyektől elkezdve, Minden bármit jó. visszanyírok, és akkor minden megy ide. Úgyhogy tök jól érzik Szuper, magukat a szuper. növények Hát szerintem. gyönyörű a kerted, most Köszönöm. tényleg hagylak. Sőt, hát Jó. magamat is, mert már langalót sütsz, meg sütemények vannak, meg szörpök vannak. Meg pálinka, Meg meg bor, meg sör. egyebek, úgyhogy most már itt szorog a gyála, hogy menjek vissza, isteni sütiket csináltál. De még azért ezt közelebbről megmutatom, ezt az ágyást, úgyhogy nagyon köszönöm. Gyertek látogatni Rita kertjét is, hiszen ez még csak tényleg egy kis két mondat volt, te is, meg én is egész nap tudunk erről beszélni. Gyertek csodálkozni, meg tanulni is egy kicsit. És hát amíg Rita szeli a tortát, én azért bemerészkedtem ide az ágyásba, hogy megmutassam nektek közelebbről, hogy tényleg hogy működik ez a takarásos gyomírtás és talajjavítás egyben. Itt van vastagon ez a nyesedék, a szalma, alatta a kartonpapír, és a kartonpapírban az a jó, hogy ha jó vastagon van téve, hogy visszafogja a gyomokat, egy év alatt elkomposztálódik, és ő is talajt is javít, nem kell felszedni, és ha itt közelebbről megkaparászom, pedig Rita mondta, hogy itt sajnos nem nagyon esett az eső, hát nézzétek meg, az alja már fekete, így bomlik, és tiszta víz. Tehát hiába nem volt eső, nedves, ugye a tetője megszárad, ott van egy száraz réteg mindig, az védi a nyesedéket, az nem komposztálódik, de alatta már gyönyörűen elkezdett komposztálódni, és nedves, vizes, hűvös a talaj, hiába van 30x fok, jó meleg van, ilyen kis mesterséges légkondi, és hát gyönyörűen nőnek a növényei. Úgyhogy ezt kell csak betartanatok, és bárki által egy gyönyörű új ágyás hozható létre, ásás nélkül, gyommentesíthető így, és kevés öntözéssel, nem kell műtrágya, nem kell gyomírtó használata. Egy év alatt egy gyönyörű új ágyást lehet létrehozni így.